Egyik legfontosabb beruházása az óvoda bővítése lesz, melyre 107 millió forintot nyerte a település. A mostani épület befogadó képessége nem felel meg az elvártaknak, és az esztétikai állapota sem korszerű, ezért egy teljes körű felújítást és bővítést fog kapni. A környéken nagyon sok apró fal, falu van, így a található jobbra és balra is, Domovár és Kaposvár között, és nem mindig településen van óvoda, és úgy gondoljuk, hogyha mi egy kimondottan jó, falos jó oldalt fogunk majd itt működtetni, akkor biztos a népszerűsége is majd meg fog jönni. Nyertes pályázatnak örvendhet a művelődési ház, az iskola és az iskola ebédlője is. Itt főként az energetikai korszerűsítés fog megvalósulni, nyilászárókat és szigetelést is cserélnek. A település a művelődési ház felújítására önerőből további 8 millió forintot költött. Gelencsér István attól a polgármesterének elmondása szerint a felújított kultúrház egy színvonalas helyet tud majd nyújtani bármilyen közösségi program lebonyolításának. Utak és járdák felújítására 15 millió forintot nyert el, mely két utcájának teljes korszerűsítését jelenti. További 101 millió forintból valósul meg a település csapadékvízelvezető rendszerének kiépítése. Ezen felül földút gépesítésére is támogatást szerzett attal. Az összes támogatás nagysága közel 270 millió forint, ekkora volumenű beruházásokban még soha nem részesült a település. A polgármester azt mondta, szeretne mindenki megelégedésére szolgálni a tervezett fejlesztésekkel.